Egyre többen gondolkodnak azon, hogy napelemeket telepítsenek a háztetőre, de vajon hogyan dönthetjük el azt, hogy érdemes-e a mi háztetőnkre, és hogyha igen, akkor melyik részére, és mennyit, és mikor fog megtérülni a befektetés? Ebben segíthet egy új szolgáltatás, a MyEnergy IS, amelynek az alapítóival, ötletadóival beszélgetek most. Sziasztok, fiúk! Ja, szia! Miről szól tulajdonképpen a projektetek? A MyEnergy IS szolgáltatás célja, hogy kapcsolatot teremtsen a magánszemélyek, döntéshozók és a napelemeket forgalmazó és telepítő cégek között. Egy 3D modellt hozunk létre a településekről, majd ezen szimuláljuk a nap látszólagos mozgását az égbolton. Igazából egy számítógépes térképről van szó, ahol megtudhatjuk, hogy hova süt leginkább a nap. És a MyEnergy IS segítségével lehetőségünk van arra, hogy kiszámoljuk azt is, hogy mennyi pénzbe fog kerülni ez a munkálat, hogy mi ezt az energiát megtermeljük. Én GIS rendszerfejlesztő vagyok. Én pedig Akárcsak Gábor, szintén térinformatikus vagyok, viszont nekem a valós világ háromdimenziós digitális reprezentálása a feladatom. Hova szeretnétek eljutni a projekttel? Fő célunk az, hogy első körben egy minél stabilabb befektetői körre tegyünk szert, amivel beindíthatjuk ezt az üzletágat. Miután ezt elértük, ezután szeretnénk minél több kivitelező céggel együtt dolgozni, hogy rajtuk keresztül a lehető legtöbb emberrel ismertetessük meg, mondjuk, hogy a jövő energiaellátásának a felhasználását és az abban rejlő lehetőségeket.